Köszöntöm nézőinket, ez az Építők kézilabda magazin. Bár a bajnoki rajtig még jó néhány hét hátra van, a Telekom Veszprém játékosai már gőzerővel készülnek az új szezonra. Múlt heti hollandiai edzőtáborozásukat követően ezen a héten már az aréna falai között dolgoztak Lékai Mátéék, akik a kemény tréning mellett hamarosan számtalan edzőmérkőzést is játszanak majd. A karmester és a zenekar is megérkezett a Veszprém arénába. Egy hollandiai kitérő után ismét a jól megszokott közegében készül a Telekom Veszprém. A játékosok pedig nyári vakációjukat követően szokás szerint robotüzemmódba kapcsoltak, vagyis innentől kezdve alszanak, esznek, edzenek és délután kezdenek mindent előről. A kézilabdázók általában ezt nem szeretik, de persze tudják, hogy mindez nagyon fontos része a felkészülésüknek. Ismerjük mi ezt a dolgot. Jó néhány felkészülési időszak van mögöttünk, de akkor sem könnyű ezt ilyenkor elkezdeni, bármennyire is felkészültek vagyunk. De ez normális. Keményen készülünk, mert az éles meccsek egyre közelednek. Meglátjuk, mi lesz majd. A tétmérkőzések azért még kissé messze vannak, a nyári vakáció emléke viszont még nagyon közel. Mindenki nyaralt egy kicsit, hiszen az előző bajnoki idény fáradalmainak kipihenése is fontos része az új szezon felkészülési időszakának. A mentálisan és fizikailag is kipihent játékos ugyanis sokkal könnyebben rázódik vissza a monoton munkába. It was good. Had long vacation. Minden rendben volt, nagyon jó volt a vakációm, pihentem kicsit, kiszellőztettem a fejemet, feltöltöttem a telepeket, úgyhogy motiváltan érkeztem vissza. Szerintem már mindannyian vártuk ezt a szezonkezdést. Azt a szezonkezdetet, amely azért más volt, mint a tavalyi. Egyrészt idén egy hollandiai edzőtáborban kezdtek a fiúk, másrészt pedig az edzés metodikán is változtatott Ljubomir Vranyes. Ez most egy kicsit más volt Hollandiában. Nagyon sokat dolgoztunk a technikánkon, a tornateremben és persze a futópályán is. Nem kezdtünk valami keményen, de szerintem jó döntés volt, hiszen mindannyian edzettünk a nyári szünetben is, így már remek fizikai állapotban érkeztünk vissza. Ez fontos volt számunkra, tehát tulajdonképpen most csak folytatjuk a már elkezdett munkát. A szokásoknak megfelelően ugyanis a játékosok már most is jó előre megkapták azt a személyre szabott edzésprogramot, amelyet az első találkozás előtt mindenkinek végre kellett hajtani. A fizikális állapotunkat már visszapróbáltuk szerezni, és sikerült is, hiszen a szezon elején volt kiadva nekünk feladatnak, hogy tényleg járunk-e kondizni, vagy fussunk, és ezeket, hogyha valaki megcsinálta a csapatból, már szerintem mindenki megcsinálta, akkor már a felkészülés előtt be tudta magának biztosítani azt a jó erőlétet, ami szükséges volt a hollandiai edzőtáborba, hiszen hogyha ezt nem lett volna meg, akkor nem sokan bírtuk volna ki. A csapatkapitány szerint is más volt ez a szezon kezdet, mint a tavalyi, amely egyértelműen a hasznukra válik majd a folytatásban. Főleg az évad második felében, amikor minden energiájukra szükségük lesz. A legfontosabb, hogy eddig sérült nincsen, sérült játékos nincs, úgyhogy jó a hangulat, valóban elég rendes fizikai terhelést kaptunk, mind az elmúlt héten, mind pedig a hétnek a kezdetén, de azt gondolom, hogy ennek itt az ideje, úgyhogy egyelőre álljuk a sarat. A Szittárban két nagyon profi hölgy segítette a munkánkat, és tőlük egész másfajta munkát kaptunk, terheléses munkát, és nagyon pontos mozdulatokat végeztünk, úgyhogy ezt próbálja a Jubo majd a jövőben is ütvözni a két hölgynek a munkájával a saját elképzelését, ami a fizikai munkát illeti, úgyhogy talán egy lépéssel visszavettünk, viszont későbbiekben ezt remélhetőleg kamatoztatni tudjuk majd. Nos, lazább szezon kezdett ide vagy oda, az első edzéseken is keményen dolgoztak a fiúk. Rövid bemelegítés után futottak, ugrottak, szögdeltek, majd jöhetett a labdás edzés, ahol a kapusokat is rendesen megmozgatták. A kemény edzések mellett a csapat természetesen számtalan felkészülési mérkőzést is játszik, többek között a Tatabányával, a Celjével, vagy éppen a legutóbbi Final Four győztesével, a Montpellierével, illetve a kiírás ezüstérmesével, a Nanttal is.
Immár hivatalos a BL mérkőzések menetrendje is, egészen decemberig. Eszerint a Telekom Veszprém szeptemberben két hazai meccset is játszik a legrangosabb kupasorozatban. Elsőként szeptember 15-én a Kielcét látja vendégül, majd egy barcelonai kitérő után a Vardar Skopjét fogadja az arénában. Az utolsó idei meccset pedig december 2-án a címvédő Montpellier ellen játssza hazai pályán. Indul a parcsikám az üzem. Kérdezz meg, hogy mit szeretném. Az edzések után Lékai Máté és Andreas Nilsson a szurkolói bérletek meghosszabbításába is besegített. Tessék! Jó napot! Miben segíthetek? Jó napot! Számla is kell. Számla is kell, rendben. És akkor ez a végtelenül is van. Igen. Rendben. Rendben, köszönöm. Intézem egy más is. Most segítsé, drágám. Hát fogalm sincs, hogy csinálja. Drágám, számlát is kértek. Ez melyik lesz? Az alsót nyisd meg, ott ahol a sor van. Az kettőt kattintja. No, hoppá. Ezt kérdezzük a N szektor. N szektor, 8. sor. 18-as szék. Igaz? Hát drágám, segíts egy kicsit, de nem tudok egyedül. Igaz, kiigazodni ezen a rendszer. Átadom uram a helyet, mert nem, én nem fogom tudni megcsinálni, a hölgy megcsinálja. Máté, majd kimegy beszélgetni, jó? Tessék, Kovács András. Yeah, hello, my name is Andreas Nilsson from Veszprém, Humble Team. Yes, sorry. Yes, please again. I don't hear you well. You didn't hear me? I hear you now, yes. Ah, perfect. I'm Andreas Nilsson from the team Handball Veszprém. Hi. Hello, Andreas. How are you? Fine, thanks. I'm working, but I'm fine, thanks. Okay, that's cool. I heard you get a new season ticket. We want to just call and say thank you for that. Thank you very much. Thank you, Andreas. Have a good season. Thank you. And what do you think about the team this year? I hope we will have a little better results. First of all, I want to have back the champions title from Szeged, because that was the most important thing in the last season. Yeah. And I really hope that we reach again Cologne in the final four. It will be for perfect. Okay. We will do everything in our power to do that. We will promise you that. Okay, I hope so. I will be there in every single match, so perfect. I support you. It's perfect. Thank you for your support, and see you when the game starts. Okay, thank you. Thank you. Have a great season. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. E heti kérdésünk a következő. Melyik településen látta vendégül a Magyar Honvédség a Telekom Veszprém utánpótlását? A. Újdörögd, B. Tapolca, C. Veszprém. A helyes válasz betűjelét a játék@lv-sport.hu e-mail címre várjuk szerdán 12 óráig. Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10.000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammel termékekre váltható be az LV Sport üzletében, vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, hogy ki nyert előző játékunkkal. Ljubomir Vranyes a második idényét kezdi meg a Telekom Veszprém kispadján. Az új szezon kezdetén kérdeztük tervekről, elképzelésekről, a Bajnokok Ligájáról és arról, hogy ő milyen eredménnyel lenne elégedett az új idény végén.
I want to have a team. Azt akarom, hogy legyen igazi csapatom. Én egy edző vagyok, és amikor edzek valakit, akkor mondhatok sok mindent. Taktikai dolgokat, bármi. De ha nincs csapatod, akkor ez nehéz. Miért? Mert egy csapat együtt játszik, és mi nem így játszottunk az előző szezonban. Mindenki egy kicsit magáért játszott legutóbb. A csapatszellem, amelyhez én hozzá vagyok szokva, és amelyet szeretnék itt is, hogy szívvel és akarattal játszunk, hogy legyen meg a bátorság bizonyos esetekben, úgy vélem, ez nem volt meg. És ez az alap számomra edzőként. Azt akarom, hogy a csapat tényleg csapat legyen. A célom az, hogy új csapatot építsek, amelyben ott a szív az öltözőben, és ezt meg is tudja mutatni a pályán, amikor kifut a közönség elé. És együtt játszon, nem pedig egyénieskedve. Ilyen nagy sztárokkal néha nehéz ezt elérni. De a felkészülés első hete után nagyon őszinte voltam a játékosaimmal, és úgy vélem, most mindenki egyet akar. I think everybody wants the same thing. I think this is really necessary for Veszprém. Az új játékosok leigazolása szükségszerű volt a Veszprém számára. Mint edző, erősen szorgalmaztam ezt. Szükség van egy kis vérfrissítésre. Néhány helyen elégedettek lennének, de én nem vagyok az edzőként. Én mindig nyerni, nyerni és nyerni akarom. A magyar bajnokságot és kupát is, nem csak a Bajnokok Ligáját. Mivel a Bajnokok Ligájában rengeteg kiváló csapat van, amely megnyerheti az egész sorozatot. Igen, mi is mindent akarunk. A vérfrissítés új csapatot hoz, és ahogy említettem, ez szükségszerű volt számunkra. It is necessary for us. I think they are good. Mind az öt játékos jó. Ez az, amit edzőként akartam. Úgy vélem, így több lehetőségem van. Az előző szezonban irányítóban csak Lékai állt rendelkezésemre. És amikor a végén megsérült, a bajnokság hajrájában nem maradt igazi opcióm. Mondjuk így is csak egy góllal kaptunk ki összesítésben. Most van egy Maéim, aki jól ismer engem. Annak idején én vittem Flensburgba. Tudja, hogy játszik a csapatom. Nenadics most már a kezdetektől itt van, ugye ő a szezon közepén jött, és egyfajta jokerként lehet használni. Lékai, Ilics és Jamali sokat volt sérült, így nagyobb terhet kellett rárakni. Most három irányítón van, és ez nagyon jó, mert több poszton is tudnak játszani. Borut, Ilics, Jamali, Ligetvári, Akambre is visszatért, szóval balátlövőben rengeteg opció van. Sajnos jobb átlövőben csak Nagy László és Tönészen. De ha kell, játszunk három jobbkezessel középen. Megpróbálom megtalálni az egyensúlyt. De az erőnk, az minden évben megvan. Össze kell állnunk. Meg kell mutatnunk, hogy akarunk együtt játszani. Hogy segítenek a játékosok a mellettük állóknak. Ne csak azt mutassa meg egy-egy játékos, hogy ő jó, hanem hogy a csapat jó. Ez nem egyszerű egy sztárokkal teli tűzdelt társaságnál. A célom az, hogy igazi csapatot építsek. Úgy vélem, hogy ezt még nem fejeztük be. A felkészülési meccseken azt akarom látni, hogy ebbe a jó irányba tartunk. A csapatépítés persze egy kis időbe kerül, de az előző szezonban már elkezdtük, és ezt most folytatjuk. Mert egy csapat nyer bajnokságokat, és nem a sztárok.
Ahogyan megszokhatták, hétről hétre bemutatjuk önöknek a klubnak otthont adó város Veszprém egy-egy nevezetességét. Ezúttal a város egyik méltán híres eseményére, az Utcazene Fesztiválra kalauzoljuk el önöket, amelyet idén immáron 19. alkalommal rendeztek meg. Csaknem 20 éve immár minden júliusban Veszprém igazi fesztiválvárossá válik, amikor minden utcasarkon, téren és udvarban más-más zene szól. A Veszprém Fest utáni héten ugyanis a Királynék városának utcái az Utcazene Fesztiválnak adnak otthont. A fesztivál idejére felállított több nagy és kisebb színpadon, alkalmi helyszínen 500 fellépőt is láthatnak. A rendezvény ideje alatt a város lakosságát és a turistákat szórakoztatni bíró utcai zenészek és sztárfellépők adnak ingyenes, emberközeli, az ország más fesztiváljain hallhatótól merőben eltérő hangulatú koncertet Veszprém utcáin és terein. Ráadásul, ha megéhezik az ember, válogathat az évek óta állandó kísérőprogramnak számító food truck show kitelepülő gasztronómiai különlegességei közül, a teljesség igénye nélkül kézműves hamburgerek, szerb csevapcsicsa vagy egy jó pulled pork szendvics közül. Aztán hajnalig robhatja jó zenére, mint például idén nyáron a Shake Shake Go muzsikájára. A kézilabdázó küzd, a kézilabdázó harcol, a kézilabdázó bárki ellen fölveszi a kesztyűt. Ha kell, akár még a Magyar Honvédség Bakony Harc kiképző központjában is, ahol a Telekom Veszprém utánpótlás kézilabdázói egy háromnapos kiképzésen vettek részt. Katonás csapatépítő tréningen vettek részt a Telekom Veszprém utánpótlás játékosai és edzői. A háromnapos táborban a serdülő ifi és U20-as csapat 43 játékosa és 8 edzője az új dörögdi gyakorló és lőtéren edzhetett. Amikor a Telekom Veszprém utánpótlás akadémiája megkeresett minket azzal, hogy segítsünk egy háromnapos csapattréninget megszervezni részükre, arra gondoltunk, hogy katonai fegyelemből, bajtársiasságból és csapatszellemből tartunk egy felkészítő foglalkozást. Ez nem csak számunkra fontos elények, hanem úgy gondoltuk, hogy a fiataloknak a közeljövőben is fontos elényekkel válhatnak ezek. A folyamatos és erős terhelések ellenére el kell mondanom, hogy nagyon jól viselték a megpróbáltatásokat. Ez nyilván minősíti a klubnál folyó fantasztikusan jó munkát, mert egyébként a fizikai állapot képességük kiemelkedik, én azt gondolom. Biztos vagyok abban, hogy a Bakony Harci Képző Központ mentorállománya hozzájárult ahhoz, hogy a későbbiek során majd egy kiélezett mérkőzésen jó döntéseket hozzanak, és vagy egy szoros eredmény esetén pedig saját maguk javára bérencsék a bérnek nyelvét. A kézilabdázók egyből belecsöppentek a katonai élet sűrűjébe. A reggeli tornát követően ugyanis megismerkedtek a fegyverzettel, és úgynevezett alaki foglalkozáson vettek részt, majd egy kiépített akadálypályán kellett végigmenniük. A paintball lövészet során a csapatmunka volt a legfontosabb. Csak így lehetett sikeres a szimulált túszmentés. A közelharc kiképzésen a fiatalok bebizonyították, hogy a kézilabdázók is igazi harcosok. Számomra nagyon élvezetes volt ez a tábor, rendkívül sokat tanultunk a mentoroktól, nagyon jó csapatépítő jellegű volt, rendkívül fárasztó volt. Első éjszaka hajnal 2-kor riadóztatták a társaságot, úgyhogy el kellett mennünk egy 5 kilométeres esti túrára, ahol különböző feladatokat, rönköket kellett cipelni, gumikülsőt. A Telekom Veszprém utánpótlás igazgatója szerint a sportolók itt ugyanúgy egymásra voltak utalva, mint a kézilabda pályán. Májusban, amikor elhatároztuk magunkat, hogy a következő szezont, azaz a mostani augusztus úgy szeretnénk kezdeni, hogy három fő szempontot szeretnénk kihangsúlyozni. Az első az a csapattaktika, a második a fegyelem, a harmadik pedig az akarat, és úgy gondolom, hogy ez a 2,5 nap mindennek megfelelt, aminek, sőt, azt gondolom, hogy többet is adott, mint amire számítottunk. A gyerekeknek a mentalitás az, azt gondolom, hogy 2,5 nap a óriásit változott. A küzdeni akarásuk az, hogy nem adok fel semmit, és megyek előre, bármi történjék, és a csapattársaimat úgy próbálom meg garnírozni, hogy az nekem és a csapatnak is jó legyen. Ez azt gondolom, hogy mindenek fölött van, és a honvédelem és a csapatsport az ebben a három dologban, amit az elején említettem, ebben azt gondolom, hogy merőben egyező, tehát teljes mértékben azt lehet mondani, hogy szakmailag egymásra épülünk. A Bakony Harc Kiképző Központban eltöltött idő után a fegyelemmel és a bajtársiassággal nem lehet gond az új szezonban. Yeah.
Ez volt a mai Építők kézilabda magazin. Ne feledjék, jövő héten ismét jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!